A gazdák 67%-a hajtott végre beruházást tavaly, ami a két évvel korábbihoz képest 17% pontos emelkedést jelent. Ezek nagy része nem a bővítést, hanem az eszközpark modernizálását érintette. A felmérés szerint technológiafejlesztést 64%-ban terveznek a gazdálkodók, közel kétszer annyian, mint két évvel ezelőtt. A korszerűsítések a hatékonyságot is növelik, ami a következő évek kulcskérdése lehet azért is, mert a kapacitásbővítések számára korlátot jelenthet a jelenlegi magas foglalkoztatottság. Az agrárcégek az elmúlt években egyre fokozottabb mértékben érzik a megfelelő számú munkaerő hiányát, az ismétlődő, szakképzettséget nem igénylő feladatok elvégzésére hosszú távon épp az automatizációs megoldások, technológiai beruházások adhatnak választ. A munkaerőhiány kikényszeríti azt, hogy akkor a modernizációnak kell erre lépni, ahol már kézi munkaerőt el lehet hagyni, ott mindenhol el kell hagyni, és olyan technológiai berendezéseket vásárolni, amelyik egy menetben több műveletet el tud végezni. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a világ erre megy el, de ez a munkaerőhiány, ez kényszerből is, akár még pályázat nélkül is, aki talpon akar maradni, az kénytelen együtt haladni ezzel a korral. Ugyanakkor a modern gépek használata is megfelelő szakképzettséget igényel, és többek között a mezőgépész szakma is évek óta hiány szakmának számít. Egy ördögi körbe kerülünk bele, ezek a gépek valóban olyan ismereteket kívánnak meg, ami már össze nem vethető azzal, amit mondjuk valamikor 15-20 évvel ezelőtt, ha beszélgettünk egy mezőgazdasági gépkezelőről, akkor azt hittük, hogy az reggeltől estig hódkoszos olajos ruhába fog ülni a gépbe, most meg egy modern számítógépe szobába érezheti magát, aki ezekben a jelenlegi precíziós gépekben beszáll. Támogatások nélkül is fejlesztették gazdaságukat a magyar agrárvállalkozók, a mezőgazdaságot érintő beruházások esetében a tavalyi eredményekhez képest nőtt a bankhitel vagy a leasing aránya. A fejlesztéseket 60%-ban saját, 30%-ban banki forrásból hajtják végre a vállalkozások. A bankhitelek arányát az agrárcégek 20%-a növelni a következő 12 hónapban, leasing finanszírozás pedig 15%-kal többen vennének igénybe.